Nagyon menő karóra van rajtam, az Apple nemrég megjelent okos órája. Nálunk még megvásárolni sem lehet, egy mobilfejlesztő kollégánk hozta Londonból. Sokat írtak róla, viszont minket inkább az érdekelne, hogy az okos órák mekkora áttörést jelentenek majd a számítógépes technológiában. Amit láttam, hogy az időmérés mellett méri a szívverést, böngészhető vele a tévéműsor összekapcsolata a mobillal, és akár reptéri beszállókártyaként is működik. A vendégem pedig Szépvölgyi Tamás, a Sanoma mobilfejlesztési központjának igazgatója. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Mekkora áttörést jelent ön szerint az okosóra? Az okosóra egy hasonló forradalmat jelent, mint amit jelentett a táblagépeknek, vagy akár az okostelefonoknak az elterjedése. Tehát abszolút ahhoz mérhető, mint amit a tablet jelentett annak idején. Hát talán nem is olyan nagyságrend, de hasonlatos, hiszen a telefonokkal, az okostelefonokkal az internetet zsebrevághattuk, a táblákkal úgy számítógépezhettünk, hogy nem is érzékeltük, hogy egy számítógéppel interaktálunk, egy számítógép van a kezünkben. Az okosóra az pedig tulajdonképpen egy intim viszony, amikor a bőrömön van egy számítógép, és nem is érzékelem, hogy tulajdonképpen ő mindenfélét mér és tud az én életemről. És a mindennapi életben mire lehet használni? Mert ugye az órát eddig leginkább ékszerként hordták az emberek, meg egy nyilván mérte az időt. Ékszernek ez is elmegy, de használni mire tudom majd? Hát a digitális életünknek a kiterjesztése tulajdonképpen minden, amilyen egy-két másodperces interakciót, vagy egy-két másodperces rápillantást igényel, ez lehet, ahogy mondta ön is, egy reptéri beszállás, lehet egy banki tranzakciónak a lebonyolítása, lehet egy fényképezőgépnek az exponálása, vagy akár egy fitness állapotnak a megtudása. És önmagában is meg fogja állni a helyét, vagy pedig kell majd hozzá egy tablet, meg egy telefon? Hát két nagy paradigmát követnek a gyártók. Az egyik gyártó próbál beletenni memóriát, SIM-kártyát, és tényleg telefonként, ilyen mindenes eszközként próbál rátekinteni, amíg a másik paradigma követői azt szeretnék, hogyha a telefonunk mellett ez egy kiegészítő eszköz, egy másodlagos képernyő lenne. Ön szerint melyik lesz? Jó kérdés. Én szerintem ennek a digitális ökoszférának a része lesz. Tehát mindenkinek lesz. Az, hogy mindenkinek lesz több digitális eszköze, mindenkinek lesz egy táblája, egy smart TV-je, egy smart autója, egy smart órája, és az információ, megfelelő információt megfelelő élethelyzetben teszik oda nekem a megfelelő eszközre. Gyorsan fog terjedni Magyarországon például, mert ez nyilván nem lesz egy olcsó mulatság. Nem, viszont nagyon sok cég gyárt smartwatchokat, okosórákat. Szerintem gyorsan el fog terjedni, hiszen megkönnyíti az ember életét számos élethelyzetben. Szép, hogy Tamás, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat.